Retykás asszony, magyar mékmese. Ért az egyik faluban egy favágó, az erdőre járt pátvágó. Egyszer hazafelé bement a kocsmába. Azt mondják ott neki az emberek, koma, sógor, a szomszéd. Te, Jankó, tudod-e, hogy a te feleséged egy olyan pletykás asszony, hogy még a környéken sincs olyan? Azt mondja erre Jankó, ide figyeljetek, emberek! Csak az én feleségem egyedül pletykás, a tietek nem? Nem, bizony. Úgy megfártott minden ember a feleségét, mint annak a rendje. No, Jankó azt mondja, ide figyeljetek, emberek! Én egy nap alatt le fogom bizonyítani, hogy az egész falu asszonya egyforma pletykás, mondják az emberek. Szeretnénk mi azt látni? Na fogadjunk egy liter borba. Hát úgy is lett. Fogadtak egy liter borba, hogy holnap estére bebizonyítja, hogy az egész falu asszonya egyforma pletykás. No, hazament Jankó. Egy szót se szólt a feleségének. Este szép, csendesen lefeküdtek. Reggel kelt az asszony. Kiment etetni az állatokat. Jankó meg addig bevitt egy tojást a dumna alá. Megy be az asszony. Jankó az ágyban. Te, Jankó! Veszett, teremtette a fajtádnak. Hát még most is abban az ágyban gubbasztasz, te. Hát már a hasadra süt a nap. Fajtársaid már rég elmentek az erdőre. Már nem éred őket utol. Ej, asszony! Azt mondja. Én ma nem mehetek az erdőre, olyan nagy dolog történt velem az éjszaka, de nem merem neked megmondani. Mondd már meg, mi a fene lett veled, csak nem a boszorkát nyomtak meg. Jaj, tám még attól is rosszabb. Hát nyök ki már, hogy mi bőd abban az ágyban. Jaj, asszony, s kihúzta a tojást. Nézd csak, ezt toltam az éjszaka. Hű, hallod, ember? De el ne pletykás senkinek, dehogy mondom. Hát mióta a feleséged vagyok, sose nem pletykáztam. A világért sem mondom meg senkinek. Bement az asszony a konyhába, a kifelé már azon járt az esze, hogy hát ha semmit nem is, de ezt mégis el kell mondani valakinek. Hát ezt már mégsem lehet eltűrni. Veszi a karjára a vizet, megy ki. Néz az egyik szomszédba is, másikba, az egyik szomszédból éppen jön ki az asszony. Te, Mari, te, gyere csak ide, mondok neked valamit. Mit, te? Jaj, te, mi történt nálunk az éjszaka? Micsoda? Jankó, toj. Mi csinál? Toj. Hát az mi? Rendes tojás, tyúk tojás. Hát az mennyi? Egyet, nem elég az. Jaj, szomszéd asszony, de el nem mond senkinek, mert Jankó engem agyonvág. Most mutatta éppen a tojást. Dehogy mondom. Hát milyen jó szomszéd asszonyok voltunk. Soha nem pletykáztunk, ugye? Hát nem. Az meg elment a koma asszonyához. A másik sorra messzire. Jaj, komám asszony! Hallott-e, mi újság a faluban? Micsoda? Jankó tojástól. Tojás? Azt mennyi? Nem lehet az. Nem lehet az. Most mondta a felesége. De el ne mondja senkinek, komám asszony. Tudja, milyen jó komasszonyok voltunk mi. Úgy... Hát, soha nem pletykáztunk. Nem mondtunk el egymásnak semmi pletykát. Dehogy mondom. Az meg elment a nász asszonyához. Az is felvette a prusztikját, egy másik sorra. Nász asszony, tudja-e mi újság a faluban? Micsoda? Jankó tojástól. Tojást? Azt menjünk. Azt mondják, hogy hatott. Hát ez így ment egész nap. Jankó meg csak feküdt az ágyban. Nem tudta, hogy halad a pletyka. Alig várta az estét, este aztán felvette a nadrágot, a kabátot, el a kocsmába. Bement a kocsmába. Minden ember rá bámul, nézik őt.
Hát mi van, emberek? Miért néztek így rám? Miért bámultak így rám? Janko, hát te itt vagy? Hát itt, hát hol kellene lennem? Azt beszélik, hallod a faluba, hogy te százat toltál, hogy ki is költötted a csirkéket, hogy 45 érce, meg 45 kakas lett, 10 meg, hogy bezárt. Hát ez beszélik. Hát ezt. Hát ide figyeljetek, cimborák. Én egyet toltam honcutságból, de 99-et a ti asszonyaitok tettek hozzá. Hát egy nap alatt bebizonyítottam nektek, ahogy megmondtam, hogy az egész falu asszonya egy pomlapettás. Hát ide a liter volt. Ettek, ittak, jól mulattak, még ma is élnek, ha meg nem haltak.